A kemence még langyos, de már nincs benne finomság. A délelőtti szerelemkalácsok már kisültek, a következő adag még kell. Sokan eljöttek a kemence avatóra. Egy olyan helyszínen állunk, ami a nyár folyamán megújult, ezáltal egy új helyszín, egy új közösségi színtér lett a művelődési házudvara. Mondta Vajda Gabriella alapítványi elnök az ünnepséget megnyitó beszédében, majd felkérte Andrássy Elemér atyát, Szegvár nagyközség plébánosát, szentelje meg a kemencét. Az Úr legyen veletek! Gémes László polgármester köszönetet mondott Gyapjas Zsolt kemenceépítőmesternek és a szegvári falu fejlesztő non-profit Kft. Dolgozóinak. Nélkülük mindez nem jöhetett volna létre, mondta a falu első embere, majd a Kft. Vezetőjével, Gyömbér Ferenccel közösen átvágták a nemzeti színű szalagot. Vajda Gabriella megköszönte Muzsik Sándor faszobrásznak a gyönyörű dísztárgyakat, amelyeket a kemence helyén álló, már korhat és ezért kivágásra ítélt gesztenyefákból készített a mester. Évek óta sokan szerettek volna egy közös kemencét a faluba. A felesége szerint is rongyosra rágták a polgármester fülét. Igazából polgármester úrban fogalmazódott meg az ötlet, hogy a mozgáskorlátozottak csoportja szeretett volna nagyon-nagyon egy kemencét, hogy az ő tudásukat továbbadhatnák a fiataloknak, hogy ne vesszen ki ez a kalács sütés, ami tényleg a környéken egyedinek számít. Aztán a szerencse is segített, pontosabban egy nyertes pályázat. Körülbelül az egész folyamat egy ilyen 2 hónapot vett igénybe. Először megcsináltuk az alapokat, a váznak az alapjait, elkészítettük a tetőt, és most a nyár folyamán, júliusban pedig Gyapja Zsolti segítségével elkészítettük ezt a gyönyörű kemencét. Gyapjas mestert, vagy ahogy mindenki ismeri, Gyopit nem tudtuk szóra bírni. Azt mondta, ő kemencéket épít, a beszéd nem kenyere. Szerencsére találtunk archív felvételeket az építkezésről, így ha el nem is mondja, legalább megmutatja, hogyan kell ezt csinálni. A kemence helyén álló gesztenyefák Muzsik Sándorral egyidősek. 1961-ben a kultúrház építésekor már itt voltak. A mester hónapokig dolgozott a szobrokon, majd a művelődési háznak adományozta emlékbe. Ehhez nekem személyes élményem, ez alatt a fa alatt aludtam, éjszakát volt, mikor éjszakákat csináltuk, meg itt reggeliztünk. Tehát az építkezés idehely alatt mindenkit beborított. Lassan ideje lesz újra bemelegíteni a kemencét, itt a következő adag. Az asszonyok ma összesen 22 kiló lisztet dagasztottak meg, majd besodorták, és finom, édes kalácsot készítettek belőle. Ezt a finomságot ebben a formában az országban sehol máshol nem ismerik. Ez nálunk a lakodalmakba divat csinálni, és ezért kapta szerintem a szerelem kalácsot. Ez egy keltészta? Ez egy keltészta, igen, és szépen sodorva formázok. Ez mondjuk egy ilyen saját specialitásom, hogy karikába, és így akkor nem kell törni belőle, hanem mindenki kivesz egyet, és akkor így kínálgatom. És nem hiába, mindenkinek ízlik. A lengyel testvértelepülésről jött vendégek most először kóstolták a szegvári szerelem kalácsot. Igen, megkóstolták, és nagyon finom, édes, mint a szerelem. A kalács után még egy kis fagyi is belefér. A kemenceavatással, a bazsamári népdalkör előadásával és a Szent Márton Társulat retrós lágereivel péntek délután hivatalosan is megkezdődött a második szegvári borfesztivál.